Jó, köszönjük szépen, akkor nevés legyen szépen. Adomány érkezett a Magyar Vöröskereszt szekszárdi telephelyére. A szervezet egész évben adományokat gyűjt és oszt szét Magyarország területén a rászoruló családoknak. Most, hogy közeleg a karácsony, így fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy a legtöbb hátrányos helyzetű családnak jusson a támogatásból. A járvány nem könnyítette meg az adománygyűjtők munkáját. A Magyar Vöröskereszt azt kéri, hogy a karácsonyi felajánlások között lehetőség szerint ne legyen használt ruha vagy játék, mert az fokozott veszélyforrás lehet. Több nagyobb céget is megkerestek már, hogy pénzadománnyal támogassák a kezdeményezést, de minden segíteni vágyótól szívesen fogadják a hozzájárulásokat. Természetesen mi azt szeretnénk, ha minél több olyan válaszlevelet kapnánk, amelyben azt írják, hogy 50 vagy 100 ezer vagy 10 ezer forinttal támogatják a karácsonyi csomagok készítését, hiszen ha valakinek arra van lehetősége, hogy 5 ezer forinttal vagy 10 ezer forinttal támogatja ezt a programot, az is nagy segítség, hiszen sok kicsi sokra megy. Gulyás Katalin elmondta, minden évben megpróbálnak minél több emberhez ajándékcsomagot eljuttatni. Most leginkább a tartós élelmiszerre van szükség, éppen ezért egy szekszárdi helyi élelmiszerboltban szerveznek gyűjtést december 1-e és 20-a között. A bolt előtt kihelyezett dobozba várják a tartós élelmiszeradományokat. Az önkéntesek akár bevásárló listát is tudnak adni azoknak, akik tanácstalanok, hogy mi legyen az adományozás tárgya, illetve a doboz mellett is el fogjuk helyezni. Úgyhogy várjuk szeretettel minden jó szándékú ember segítségét azért, hogy itt a környéken, illetve a megyében minél több rászorulónak tudjunk csomagot készíteni és átadni. Aki egyéb módon szeretné támogatni a rászoruló családokat, adományaikat bevihetik a Vöröskereszt szekszárdi, a Tamási vagy a Bonyhádi központjába. Illetve szívesen fogadják a pénzadományokat is saját számlaszámukra, karácsonyi csomagra, jeligével. Arra kérnek mindenkit, aki tud, segítsen.